A szekszárdi gyakorló általános iskola aulájában adták át azt a vándorserleget, amit az az osztály kapott, aki a legnagyobb létszámmal vett részt az országos autómentes nap keretein belül szervezett bringás rendezvényen. A Garai térről induló mezőnynek két távot kellett teljesíteni, egy 2 kilométeres és egy 5 kilométeres útvonalon mentek végig a biciklivel. Ebből az intézményből 3 osztály dobogós helyezést ért el. Mindig fontosnak tartottuk, és évek óta részt veszünk ezen a napon, és évek óta a mi iskolánk egy osztálya hozza el az első díjat, tehát a legbringásabb vagy a legtekerősebb osztály címét. Balog Anna Laura, második osztályos tanuló, az édesapjával és egy barátjával teljesítette a feladatot. Azért, mert ezzel védelmezzük a környezetet, meg emberek is megjön a gondolata, hogy inkább biciklivel menjenek. Kis Csenge azt mondta, hogy az ő apukája még a kollégáit is elhívta a kerékpáros eseményre, velük is gyarapítva a résztvevők létszámát. Nem szemetelünk, nem autóval járunk az utcán, hanem ilyen biciklivel például, meg nem hagyjuk nyitva a csapot. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere az átadón arról beszélt, hogy jó látni, hogy a Tolnai megyeszékhelyen minden évben sok diák vesz részt a környezettudatosságra nevelő autómentes nap programjain. Én a megnyitón is ott voltam, amikor gyakorlatilag volt ennek a technikai kivitelezése. Nagyon-nagyon fegyelmezett gyerekekkel találkoztunk, és annak örülünk, hogy balesetmentesen lezajlott a nap, és mindenki épségbe, egészségbe tudta folytatni a szombati ünnepi programját. A legnagyobb létszámmal pontosan 53 fővel résztvevő osztály kapta meg a legtekerősebb osztály elismerő címet és a velejáró vándorserleget is.